Szeretettel köszöntelek benneteket. A Békés Harcosok klubja kapott egy meghívást csongan amit ára szívek köszönünk, ezt a lehetőséget, hogy itt lehetünk, és bepislanthatunk ebbe a zen gyakorlatokba. Túl vagyunk már délőtt folyamán a meditációkon, az énekeken. Remélem mindenki kellőképpen megtapasztalta azt, amit meg kellett tapasztalnia ebbe a pár órában. Páran nem ismertek minket, röviden mondanék pár gondot a Békés Harcosok klubjáról. Mit jelent a Békés Harcosok klubja? Ugye sok embernek általában a harcosokról erőszakos emberek jutnak eszükbe, vagy pedig ilyen harcművészetek, küzdősportokkal foglalkozó emberkék. Nálunk nem ez a cél, tehát a harcos az nem ezt jelenti, hogy minden áron harcol és küzd. Ugye a, ez a közösség a Békés Harcos útjából és a Harcosok Klubja filmek ötletéből merítette a címét, a nevét, és mi ezt a vonat szeretnénk képviselni, amit elsősorban a Békés Harcos útja képvisel. Ez a harcos, az inkább bennünk van befele figyelő harcos. Egy kint a világban, ha megnézzük a harcos definícióját, általában fegyveres emberekről beszélgetnek, viszont az életünk az, az, folyamatos harc mindenféle téren, kívül az utcán, de viszont nekünk nem arra kellene fókuszálni, úgy gondolom. Tehát ez a békés harcos azt jelenti számunkra, hogy egy befelefigyelő belső harcot mutat, és ezt képvisel mert ezelől úgy látom, hogy menekülnek az emberek a belső harcaink elől, tehát előbb áll ki valaki egy pofont adni az utcán, mint hogy magával figyeljen és megküzdjön saját magával. Pedig ez egy hosszabb folyamat. Ugye kint az utcán egy pofon az jobb esetben 8 napon belül gyógyuló, rosszabb esetben 8 napon túl gyógyuló, viszont a, a belső harcunk, amit saját magunkkal végzünk, az akár egy életen áttartó harc, de nem kell, hogy küzdelem legyen. Mert ugye a harc az lehet egy küzdelem is, viszont a vége úgy gondolom, hogy ennek a belső harcnak a saját magunk megismerésének, szembenézünk a saját magunk úgymond démonaival, vagy helyzeteivel, gyengeségeinkkel, nem menekülünk előle, akkor meg tudjuk találni magunkban a békést. És ezáltal mi egy békés harcosok leszünk. Tehát fontosnak tartom, meg tartjuk a közösségünkben, hogy egy ilyen a test, szellem, lélek egységében ezt az utat járjuk, és így kapcsolódtunk mi is a zenhez a nyár folyamán. Igazából nem tudtuk, hogy mi a zen. Őszintén mai napig nem tudom, mi a zen, de szerintem nem biztos, hogy ez a fontos, hogy tudjam, hogy mi a zen, és definiálni tudjam, hogy mi a zen, hanem gyakorolnunk kell, tehát azokat a dolgokat, amiket itt a zen útján megtapasztaltunk, ez egy nagyon jó eszköz a belső harcainkhoz. Ez egy nagyon jó út és nagyon jó módszer, ha ezt gyakoroljuk. Tehát ugye, a, a, ha már veszük a harcosokat, akár a szamurájtölejkez, vagy a mesterővészek sok gyakorlás útján érik el azt, hogy ők legyenek a legjobbak, és megismerjék a saját maguk képességét is. Ez nálunk is nagyon így fontos, a belső út járása során, a gyakorlás. És érdekes, hogy a zen gyakorlatok, amiket ma is megtapasztaltunk, ennek a hármas test szellem, lélek egységében működik, mert igazániból a testünk is kap rendesen a meditációs ülés alatt. Azért az a, most még csak 30 percet kaptunk, ültünk, de viszont ugye 40-50 percet ülni, akár naponta többször is, az elég kemény fizikai megterhelés a szervezetnek is, tehát meg is edződik ezáltal a szervezet, viszont ugyanúgy a szellem és a lélek is dolgozik együtt. És ezért is a véletlenek, ugye, amik nincsenek, szerintem találkoztunk mi ezzel az úttal, a, zen, a zennel. Nem véletlenül vagyunk itt, és nem véletlenül fogunk még jönni a jövőben. Tehát van meg egy ilyen további terveink is ezzel. És fontos az, hogy a harcos az ott legyen bennünk, és magunkkal harcoljunk, de ne küzdjünk magunkkal. Azért mellette me legyen meg az a békés személyiségünk is és a béke az nem kint van a külvilágban, hanem ha a béke bennünk megvan, megteremtjük magunkba a békét, akkor igazából a körzetünkben is béke lesz. És ezt szeretnénk képviselni, ezt szeretnénk a, a közösségünkben is mutatni, tartani a békés harcos útját, a békés harcos közösségét olyan eszközökkel, mint a zen eszközei, vagy az egyéb olyan dolgok, amiket mi is végzünk, tehát túrázunk, jogázunk, légzés, hangtál, euh, alkalmazása, plusz még rengeteg olyan dolog van a környezetünkben, a világunkban, amit ezen az úton nagyon jól tudunk használni. Viszont a meditáció az nagyon fontos része ennek a, az útkeresésnek, ennek a fejlődésünknek. És hogyha ezt tényleg napi szinten gyakoroljuk, ahogy Szunim is mondta az elején, hogy egy fél év, egy év után azért sok mindent meg fogunk tapasztalni, meg a testünk is másképp fog már reagálni erre a, a, a fizikai megterhelésre. Úgyhogy röviden a békés harcosokra ennyit szeretnék mondani, és azt kívánom mindenkinek, hogy legyen békés harcos a saját útján. Találja meg magának azt az östvényt, azt a lehetőséget, azokat az embereket, akiket, akikkel együtt tud menni ezen az úton, és ne féljen, attól, hogy szembe kell nézni saját magával, hogy éppen harcolni kell aznap rossz napjával, rossz pillanatával, vagy bármilyen uh, mérőfeljövő élményével, vagy önvalójával. Úgyhogy még egyszer szeretném megköszönni Szuninak meg ezt a lehetőséget, és folytatjuk a békés harcosokkal.